A Pécsi Egyházmegye negyedik alkalommal szervezett minisztráns napot, amelynek ezúttal a Tamási Béri Balgádám katolikus gimnázium biztosított helyszínt. Van egy őszi és van egy tavaszi minisztráns napunk. Az őszi minisztráns nap a Pécsi Egyházban mindig egy Baranya megyei helyszín, a tavaszi pedig mindig egy Tolna megyei helyszín. Így esett a választás Tamásira, hisz itt van katolikus iskolája a Pécsi Egyházmegyének, alkalmas a hely, nagy az épület, és elfér rengeteg gyerek benne. Találkozásról szól, hogy egymással találkozzunk, a plébániák egymással találkozzanak, és erősítsük egymást a szolgálatba, mert a minisztrálás egy szolgálat, amelyben a hétvégéinket töltjük, és sokszor úgymond megállunk ebbe, és nem tudunk tovább menni, de ha találkozunk más plébániák fiataljaival, találkozunk más minisztránsokkal, akik hasonló helyzetben vannak, erősíthetjük egymást, és megújulhatunk. Ez a megújulásról is szól. A szervező egyházmegye a térség minisztránsait várta az egész napos programra. 9 éves kortól vártuk a gyerekeket, ez azt jelenti, hogy körülbelül hogy első áldozótól egészen 16 éves korig, 16 év fölött pedig segítőnek vártuk őket, lehet látni a mai napon, hogy mennyien eljöttek, több mint 220 jelentkezett erre a tavaszi minisztráns napra. A délelőtt folyamán várható egy minisztráns kupa, ez egy 8 helyszínes vetélkedő, különböző játékos feladatokat találtak ki a fiatalok, a pécsi egyetemisták. Van, ahol lufikból kell összerakni az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, vannak sportos feladatok, van egy nagy életnagyságú amőba játék, a kérdésekre kell válaszolni, és még sok egyéb játék. Élő az egyházunk, és így megújulunk. És a fiatalok ezt a megújulást várják. És ha erre rá tudjuk világítani őket, hogy az egyház nem egy ózsdi dolog, amelyben besavanyodni lehet, hanem egy élő, egy intenzív valóság, akkor vonzó lesz számukra ez. A minisztránsokkal érkező kísérők sem maradtak program nélkül a nap folyamán. Eddig soha nem volt ennyi jelentkezőnk, és bevontuk a kísérőket, a hitoktatókat, akik szívesen vállalták ezt a küldetést, ezt a feladatot, és beálltak a segítők sorába. A nővérek a saját karizmájukat hozzák ide, a Sacré-Cœur nővérek Mánfáról. Több iskolánkban csodapatikát vezetnek, ez egy lelki beszélgetés, Lázár Ervin meséje alapján, valamint különböző Szent Ignáci módszereket hoznak, hogy hogyan lehet a lelkünkre figyelni, a lelkiismeretünkre figyelni, és benne Krisztusra figyelni. A Pécsi Egyházmegye területéről érkező 9-16 éves korú fiatalokra a minisztráns kupa 8 helyszínén játékos feladatok vártak. A különböző plébániákról érkezett gyerekek hamar megtalálták a közös hangot, és összhangban igyekeztek megoldani a számukra összeállított feladatokat. Többek között a szentmisék kellékeit is fel kellett ismerniük. Az volt a feladat, hogy össze kellett párosítani a nevét a tárgyal, meg a hozzátartozó, hogy hogyan kell, meg hogyan használják. Az állomásokon egyetemista fiatalok várták a minisztráns csapatokat, akik minden segítséget megadtak ahhoz, hogy a jó válaszok mielőbb elhangozzanak. Mit tudsz csinálni, amikor a mamád beteg? Hát, hagyom őt pihenni, hogyha kér vizet adok. Ötletes feladatok sora várt a csapatokra az osztálytermekben, amelyek szinte mindegyikében helyet kapott a vallás. Orsi néni kérdezett tőlünk, és azokat a számokat így fel kellett fordítanunk, és ki kellett raknunk a képet. Milyen képet kellett fel? Az irgalmasság képet. A fiatalok örömmel öltik magukra, hétről hétre a minisztráns ruhát, így az sem csoda, ha a számukra összeállított kérdésekre általában tudták is a megfelelő válaszokat. Jó érzés ott lenni az oltár mellett, meg segítkezni. Előző állomásnál volt ilyen amőbázás, hogy kérdésekre kellett válaszolni, és ha jó volt,
jól válaszoltunk, akkor berakhattunk, hogy igen. És ha egy időn belül nem tudtunk válaszolni, akkor a másik csapat tudott válaszolni, és hogyha ők eltalálták, akkor ők rakhattak be. A közös ebédet kézműves, sportos foglalkozás követte, a nap zárásaként pedig a pécsi egyházmegye püspöke Felföldi László celebrált szentmisét a fiatalok és kísérőik számára.